fordulj ide a szeméttel, pakolj ki és vidd le lejjebb a hajót. Először a kenuk érkeztek meg szerda délután a rakamazi kempingbe. Már ezekből is sok teli szemetezzel került a partra. Percekkel később pedig lassú sodrással beúsztak az igencsak megpakolt hajók is. Erről már csatárláncban pakolták a zsákokat a válogatóhoz. A Petkupa csapata ezzel lezárta a bodrogi szakaszt, útjukat pénteken a Tiszán folytatták. Ez egy speciális verseny, mert idén összevontuk a bodrogit és a tiszai versenyt, így lett ez a főfutam. A bodrogon 5. alkalommal, a tiszán 12. alkalommal vagyunk, mert a fő cél mind mindig minél több szemetet szedjünk ki. Most így, hogy két folyót is érintünk, nem csak két folyót, de súlyosan szennyezett területeket is, úgyhogy nagyon sok szemetet várunk ettől a versenytől. Már az első három napban közel 8 tonna szemetet gyűjtöttek össze a bodrog ártereiből. A korábbi évek adataihoz viszonyítva ez azt jelenti, hogy idén akár rekordot is dönthetnek a 9 nap alatt. Aztán pedig elkezdhetnek készülni a jövő évi túrára, hiszen valószínűleg akkor is lesz munkájuk. Az áradással jön a hulladék, tehát én úgy gondolom, hogy lesz munka. A Magyarországon bedobált PET palackok száma le fog csökkenni, mert azt vissza lehet váltani 50 forintért, de egyébként nagyon egyetértek ezzel a lépéssel, vissza lehet, de amit szedünk, annak a zöme nem Magyarországról jön, hanem jön Szlovákiából, Ukrajnából főleg Ukrajnából, a bodrogon Ukrajnából jön, de a Tiszán magán is Ukrajnából jön, mert ott a Huszt fölötti részen, Rahó, arról a részről rengeteg jön. A partokra borítják le teherautókkal, tehát jön még. De ott is elindult egy munka. Ráadásul a Petkupa kezdeményezésére is, mert az ottani képviselőink, ukrán, vagy félukrán, félig magyar képviselőink mindenféle lelki, szellemi, elvi támogatást megkapnak, de például gyűjtést szerveztünk, és abból teherautót vettünk az ottani gyűjtőknek, tehát Ukrajnában is megindult a dolog, és 30 év múlva már onnan se fog jönni. Addig azonban szükség van az új, lelkes és szorgos kezekre, ahogy a veteránokra és a több éve visszajáró fiatalokra is. Margit 4 éve csatlakozott, és mint mondja, biztos, hogy rendszeres visszajáró lesz, hiszen mély nyomot hagyott benne az első túra. Nagyon döbbentő volt, én rögtön az anyahajóra kerültem fel, ahol a fáradt csapatokat szolgáltuk ki mindennel, és akkora volt a nyüskés, hogy nagyon-nagyon beleszerettem. Megdöbbentő volt, hogy mennyi szemét van kint az ártérben. Szóval emlékszem arra, amikor így nagy szemétszigeteket láttam, akkor így meghökkentem, hogy ezért erre nem számítottam. A petkalózok idén Tiszalökön zárják majd a gyűjtést, a gondos szelektálás után elszállítatják a szemetet, a hasznos hulladék pedig visszakerül az anyagkörforgásba.